válogatóval megszólaltatott dallamokkal köszöntötték a Megyeháza dísztermében az orvosokat és egészségügyi dolgozókat. Július 1-e a Magyar Egészségügy Napja, amelyet Semmelweis Ignác születésnapján tartanak. Hasonlóan az előző évekhez, most is ebből az alkalomból díjazta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház vezetősége azokat az orvosokat, szakdolgozókat és ápolókat, akik több évtizedek kiemelkedően végzik munkájukat. Összesen 31-en kaptak kitüntetést. Szondi Zita főigazgató köszöntőjében hangsúlyozta, az egészségügyben az elmúlt 2 évben régóta nem tapasztalt összehangolt munkára volt szükség. Az elmúlt időszak másról sem szólt, mint a pandémiáról, a járványról, a menekültellátásról, és olyan krízisekről, kritikus helyzetekről, amelyeket együtt kellett megoldanunk. Együtt mindannyiunknak, akik a kórházban dolgozunk, orvosoknak, ápolóknak, adminisztrátoroknak, a háttérszolgáltatásban dolgozó műszaki, gazdasági terület dolgozóinak, hiszen csak együtt és egymást támogatva sikerülhetett az, amit elértünk. Román István megyei kormány megbízott is a koronavírus járvány elleni védekezést, az oltási akció hatékonyságát és a menekültek egészségügyi ellátását emelte ki beszédében. Az az időszak, amit magunk mögött hagytunk, hogy főigazgató asszony is mondta, ez az időszak, ez új kihívásokat jelentett a számunkra. Én azt gondolom, hogy a megyében élő emberek számára megnyitató volt, hogy ezeknek a kihívásoknak sikerült megfelelni. Sok esetben közös munkával, az oltások szervezése kapcsán, a pandémia elleni védekezés kapcsán, és ugye nekünk még itt bónusz feladatunk is adódott, mert az ukrán határnál is folytattunk oltásokat, és több tízezer ukrán állampolgároknak az átoltottságát segítettük ezáltal. Legutóbbi időszakban pedig a menekült áradat kapcsán kellett helytállni az egész megyének. Elhelyezkedésünknél fogva ez így van, hogy bennünket érnek ezek a feladatok legelőször, és el kell, hogy mondjam önöknek, hogy ez sikerült minden területen megtennünk, ebbe az egészségügy is beletartozik. Az idei volt az első olyan Semmelweis napi ünnepség, amelyet a kórház a Magyar Orvosi Kamarával együtt szervezett. A kamara megyei szervezete címzetes főorvosi címeket adományozott azok számára, akik legalább 20 éve házi orvosként tevékenykednek, míg 4 kiváló orvosdíjban részesültek. Egy házi orvos számára oly ritka az az alkalom, amikor elismerésben részesül, mikor ilyen igazán impozáns környezetben díjazzák a tevékenységét, a gyógyító tevékenységét. 20 év az hatalmas idő, bár egy jogszabály teszi lehetővé a címviselését, de az az orvos, aki ennyi időt töltött a betegei szolgálatában, már csak a szolgálattal magával kiérdemelte, hogy főorvos legyen a szűkebb környezetében, bármiféle jogszabály nélkül is. Külön örömöt jelent ezért számomra, hogy egy közös rendezvény keretében szimbolikusan is láthatóvá válik az alapellátásban és a szakellátásban dolgozó kollégák egymásra utaltsága. Együtt örülünk egymás eredményeinek. Július 1-e az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap, így pénteken zárva tartott a gyógyszertárak többsége, a házi orvosi, a fogorvosi szakrendelők, valamint a védőnői tanácsadók sem fogadtak pácienseket. A sürgős esetek ellátását az ügyeleti rend szerint biztosítják a nap folyamán.